Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Hamarosan elkészülhetnek a tervek, megszépül a Diana téri piac és környéke. Állandó járőrök Pécs keleten, rendőrök, polgárőrök és közterületfelügyelők közösen őrködnek a városrész biztonsága felett. Figyelemfelhívó akció nőnap alkalmából virágokkal kedveskedtek a hölgyeknek a szülészeti klinikán. Új pavilonok és kiszolgáló helyiségek, fedett vásártér, mindez a Diana téri piacon várja majd a lakosokat a felújítás után. A mintegy 500 milliárd forintos beruházás már a tervezési fázisban van, ezt követheti a kivitelezési közbeszerzés kiírása. A korszerűsítésnek köszönhetően a környező zöld területek is megszépülnek, illetve sokak örömére az itt található Barátság szökőkút is végre a régi pompájában tündökölhet majd. A nyertes pályázó már megvan, így hamarosan elkészülhetnek a megújuló Diana téri piac és környékének tervei. Mint arról már korábban mi is hírt adtunk, a közel 500 milliárdos beruházásról a lakosság igényeire reagálva még tavaly döntött az önkormányzat. A környéken élők régóta várják a terület korszerűsítését, hiszen a piac épületei rendezetlenek, az itt található aszfaltfelületek balesetveszélyesek, illetve a csapadék vízelvezetés sem megoldott jelenleg. A körzet képviselője Smuk Roland stábunknak elmondta, a fenti problémák végre rendeződnek a rekonstrukcióval, melynek keretében egyebek mellett új pavilonokat, illetve kiszolgáló helyeket helyeznek el, valamint a vásártér lefedése is megvalósul. Gyakorlatilag egy modern piac lesz, olyan felületekkel, amik tisztíthatóak, le lesz fedve az egész, tehát szeretnénk, hogy továbbiakban essen be az eső, ne fújjon be a szél. A piacnak az oldalsó területén bódék lesznek, a bódékat pedig úgy fogjuk megcsinálni, hogy kívülről is nyithatóak legyenek, tehát hogy a piac maga zárt, akkor is a bódék működhetnek. A képviselő hozzátette, a piactól északra elterülő zöld terület is megszépül a 500 milliárd forintos keretből. Ezzel kapcsolatban a Pécs Jövője Egyesület mérte fel még a tavalyi év elején az itt lakók igényeit. A beérkező javaslatok figyelembevételével döntött az önkormányzat új focipálya kialakításról és a meglévő kutyafuttató áthelyezéséről, megújulnak továbbá a közlekedési felületek és a közvilágítás, de egyéb rekreációs célú fejlesztések is megvalósulnak majd a területen. A lakosok külön kérése volt, hogy a tér másik oldalán található szökőkutat is újra beüzemeljék. A Diana tér sarkán állunk a piac mellett, itt látjuk a Barátság szökőkutat, amit ugye a tervezője után Fürdőszökőkútnak is szokás nevezni itt a környéken. A szökőkút sajnos nagyon rossz állapotban van, mint láthatjuk, gyakorlatilag nem csak víz nincs benne, de teljesen alkalmatlan arra, hogy újra üzemeljük. A zöld terület felújítása keretében tehát rendbe teszik a medencét, pótolják a zsolnai kerámiákat, illetve a szökőkút teljesen új gépészetet is kap. A beruházás költségeiről Smuk Roland elmondta, a piac kivitelezése bruttó 273 millió, még a Diana tér zöld területeinek megújítása 174 millió forintba kerül majd. Az összeget korábbi fennmaradó uniós forrásokból sikerült átcsoportosítani az önkormányzatnak. A Pécs keleti részén élők biztonságérzetét szeretné növelni a városvezetés azzal az intézkedéssel, amelyet a múlt héten vezettek be az érintett területen. Ennek értelmében saját járőrpárt kap a városrész a pécsi közterületfelügyelettől, akiket mostantól egy állandó telefonszámon lehet elérni. Március 1-től saját járőrpárt kap a Pécs keleti városrész a pécsi közterületfelügyelettől az ott élők biztonságérzetének növelése érdekében. Mindez fokozott jelenlétet és több ellenőrzést is jelent. Fürd Csaba, a terület önkormányzati képviselője úgy érzi, van előrelépés a közbiztonság terén, és ebben a Pécs kelet közbiztonsági centrum működtetése fontos mérföldkőnek számít. A mostani városvezetés ugye célul tűzte ki, hogy a keleti városrész közbiztonságát meg fogja erősíteni. A centrum is, amit ugye elkészült, ehhez nem nagyban hozzájárult. Úgy néz ki, hogy a lakossági visszajelzések jók, tehát a keleti városrésznek a szubjektív közbiztonsági megítélése sokkal jobb, mint amilyen volt az elmúlt 2-3 évben.
A 2021-ben létrehozott Pécs keleti közbiztonsági centrumban rendőrök, polgárőrök és közterületfelügyelők közösen őrködnek a városrész biztonsága felett. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az összes közbiztonsági probléma megoldódott azóta, ezért a lakossági és képviselői bejelentések alapján született döntés az állandó járőrpár alkalmazásáról. Két fő fixen teljesített szolgálatot, reggel 8:30-tól délután 16:30-ig. Szolgálati telefont kaptak, amire a bejelentéseket közvetlenül is tudják fogadni, és sokkal szorosabb kontaktot tudnak majd ápolni a környező lakosokkal, állampolgárokkal. A közterületfelügyelet vezetője szerint fontos, hogy a városrészben élők személyesen is megismerjék a járőröket, ezáltal az intézkedési hatékonyság is növekedhet. Kíváncsiak voltunk a témában a járókelők véleményére is. Hát ártani biztos, hogy nem árt. Igen. Tehát a jelenlétük biztos, hogy pozitív lesz itt a hely kisugárzására. A járőrök közvetlenül is elérhetők lesznek a 0620 325 9140-es telefonszámon. Bejelentéseket elsősorban a parkolási, ebbtartási szabálytalanságok, közterületi szeszes italfogyasztás, valamint illegális hulladéklerakás ügyében várnak a lakosságtól. 60 ezer eurós közvetlen uniós támogatást nyert el a pécsi önkormányzat. A forrásból egy olyan komplex városi program készül, amely a teljes buszcsere műszaki terveinek, az e-buszok töltésére szolgáló napelemparknak és a kapcsolódó infrastruktúrának a kidolgozását segíti elő. Mint azt az önkormányzati közlemény írja, Pécs vezető szerepet tölt be a zöld közlekedési átállásban Magyarországon. Ennek során a Baranyai megyeszékhely dízel buszparkjából eddig 18-at sikerült e-buszra cserélni. Az uniós támogatás révén a további 140 darab dízel jármű cseréjét és a hozzá tartozó telephelyfejlesztést tudják előkészíteni majd a szakemberek. A fejlesztés eredményeként Magyarország 5. legnagyobb városa jelentősen zöldebb lesz. Egy-egy szál tulipánnal ajándékozták meg a Nemzetközi Nőnap alkalmából a hölgyeket a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szakambulanciáján. A kedves gesztus egyben figyelemfelhívó akció is volt, melyet a Női Egészségért Alapítvány és a Pécsi Életkör Pszichológiai Műhely kezdeményezett. Nőnapot és endometriózis napja alkalmából, meg nőnap napja alkalmából minden jót kívánunk, és reméljük, hogy sikeres lesz mindenféle kezelés. Egy szál virággal kedveskedtek a Nemzetközi Nőnap alkalmából a hölgyeknek a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika endometriózis szakambulanciájának munkatársai. Ezzel a gesztussal az Életkör Pszichológiai Műhellyel karöltve az endometriózis hónapja alkalmából a közel minden 7. nőt érintő egészségügyi problémára szerették volna felhívni a figyelmet. A virágokat dr. Varga Tamás adta át a rendelésre érkezőknek. A szakorvos a következőképpen foglalta össze a betegség jellemzőit. Ennek a súlyossága mindenképpen változó, az egész súlyostól több szervet érintő beleket, adott esetben hólyagot, húgy vezetéket érő betegségtől, kezdve egészen a legenyhébb, amikor egy ilyen kis pontszerű kis endometriózisos csomók vannak a hasártyán, minden előfordul, szerencsére a többségnek azért az enyhébb forma jelentkezik. A nőgyógyász szakorvos hozzátette, bár a betegség sok esetben nehezen diagnosztizálható, tünetei jellemzőek, így a nőgyógyász kollégák a panaszok alapján már egyre több hölgyet irányítanak át szakrendelésükre. Kezelés ugye, mint minden ilyen hasonló betegségnél, a műtéti, illetve a gyógyszeres kezelés, ez természetesen függ a súlyosságtól is, mi a kezelés célja, tehát mondjuk, hogy terhesség, vagy a panaszok megszűnése, ennek megfelelően tervezzük meg a kezelést, de általában kombinált kezelés, tehát műtét és gyógyszeres, vagy akinek nincs szükség persze műtétre, akkor csak gyógyszeres kezelés. A fájdalmas menstruáció nem normális. Nem hiszti, nem gyengeség, áll a Női Egészségért Alapítvány felhívásában. Az országos szervezet és az Életkör Pszichológiai Műhely minél több nő számára szeretné elérhetővé tenni a betegséggel kapcsolatos információkat. Ezért március 25-én a Művészetek és Irodalom Házában az Endometriózis Világnapja alkalmából egy rendezvényt is szerveznek a témában. A lakosság javaslatait is várják az idei Speed Maratonhoz. A 24 órás sebesség ellenőrzési akciót a rendőrség a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Road Poll kezdeményezéséhez csatlakozva tartja meg hazánkban. A kampány elsődleges célja a sebesség túllépés veszélyességének tudatosítása,
Ugyanakkor a rendőrök más jogsértésekkel szemben is fellépnek. Mint azt a polisz.hu oldalon olvasható közleményben írják, az egész Európát érintő kampány tapasztalatai igen pozitív eredményt mutatnak. A 24 órás speed maraton alatt ellenőrzött járművezetők 95%-a az előírásoknak megfelelően választotta meg a haladási sebességét. Idén, március 24-én zajlik majd az egésznapos akció. A helyek kijelölése során a rendőrség a lakosságtól is javaslatokat vár arra vonatkozóan, hogy az említett időszakban hol mérjék a járművek sebességét. Az ötleteket az illetékes rendőrfőkapitányságoknak március 14-én 12 óráig lehet elküldeni. A baranyaiak a képernyő alján látható e-mail címre írhatják meg javaslataikat. Lassan beindul a mecsekben a medvehagyma szezon. A jogszabályok értelmében állami erdőben nem védett területen, csak az egyéni szükségleteknek megfelelő, azaz naponta fejenként 2 kg-nyi mennyiség gyűjthető a gyógynövényből külön engedély nélkül. A könnyebb tájékozódást és a különböző besorolású területek azonosítását a Mecsekerdő honlapján közzétett térkép, illetve a mobiltelefonról is elérhető erdőtérkép segíti. Most még csak helyenként bukkan elő, de hamarosan elárasztja a mecseket a tavasz egyik első kedvenc gyógynövénye, a medvehagyma. A március elejétől április közepéig zöldelő hagymaféle sok kiránduló csábít az erdőbe. Ám ahogy arra Burján Endre, a Mecsekerdő ZRT erdőhasználati és erdővédelmi osztályának vezetője figyelmeztet, a gyűjtés során érdemes odafigyelni bizonyos szabályokra. Saját részre, azaz egyéni szükségletre így fogalmazott a törvény, naponta és fejenként 2 kg gyűjthető medvehagymából, úgy, mint egyébként gombákból, egyéb erdei gyümölcsökből és egyéb gyógynövényekből is ugyanennyi. Ez nem egy kis mennyiség, ha meggondoljuk, hogy mondjuk kimegy egy 3-4 fős csapat, és mindenki egy közepes méretű reklámszatyorral gyűjt, akkor az durván 2 kiló lesz. Az osztályvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy bizonyos erdőterületeken a medvehagyma kizárólag engedéllyel szedhető. Ezek közé tartoznak a magánerdők, illetve a természetvédelmi körzetek is. Erről egyébként jól tudunk tájékozódni, hogy éppen merre járunk, akár a Mecsekerdő honlapján, akár az erdőtérkép alkalmazásban. Egyszerűen megjegyezhető erdőtérkép, ha erre rákeresünk, akkor megtaláljuk azokat az interaktív térképeket, amelyek mutatják az erdőterületet. Ezen a térképen például az egyik legkedveltebb medvehagyma lelőhely az Orfűi medence erdei láthatók védettségi szempontból. Az alkalmazás egyébként minden kiránduló számára hasznos lehet, hiszen útvonalak, pihenőhelyek és számos hasznos információ is megtalálható a weboldalon. Tovább marad nyitva a pécsi műjégpálya. Az üzemeltető PSN ZRT eredetileg a mai napon búcsúzott volna a 2021-22-es szezontól. A társaság mai közleményében azonban azt írja, mivel az időjárás előrejelzés lehűlést mutat a következő napokra, ezért egy héttel tovább, március 15-én este 9 óráig várják a korcsolyázni vágyókat. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Holnap erősen felhős lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!